A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! 10 éves a magyar-máltai szeretetszolgálat. A jubileum alkalmából országszerte ünnepi konferenciákat szerveznek. A magyar-máltai szeretetszolgálat területi szervezete és pécsi csoportja kétnapos programsorozattal ünnepli az eltelt évtizedet. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a magyar-máltai szeretetszolgálat. Zászlajukon az önzetlen segítségnyújtás áll mindazoknak, akik erre rászorulnak. A Máltai Szeretetszolgálat jelszava a hitvédelme és a rászorulók megsegítése. Ez egy keresztény szervezet, nem egyház függő, de keresztény. A pécsi csoport jogi szolgáltatást, nagy létszámú szakorvosi rendelést, szociális csoportmunkát, súlyosan sérült betegek napközi otthonát, valamint egy szociális konyhát működtet. Remélem, hogy ez a konferencia hozzá fog járulni ahhoz, hogy az emberek jobban megismerjék, hogy mi az, amit a szeretetszolgálat Pécset tud nyújtani, és mi az, amiben mások tudnak nekünk segíteni. Mivel a forrásaink kevesek, ezeknek a közösségeknek kell adni, mert a hozzáadott érték, amit a szolgálat, a benne dolgozók hozzátesznek, az megtöbbszörözi ezeket a pénzeket. Egy forint, amit a szolgálatnak adunk, a 100 forinttá válik, és ahhoz még hozzátettődik egy olyan többlet, ami az érzelmi többlet. A szociális területen nélkülözhetetlenek. Sok tennivaló van, sok szegény, sok menekült, és mindegyiket próbáljuk segíteni. Mi mind a ketten telefonosok vagyunk, közvetlen főnöknünk Kertészné Ildikó, és próbálunk segíteni mindenkin, akin csak tudunk. A Jánosz Pannonius Tudományegyetem egyetemi napok rendezvényei és az ezen belül szervezett nemzetközi könyvtár történeti konferencia a Klímo könyvtárban koszorúzással kezdődött. A korabeli tudomány és irodalom pártfogója, a hajdani pécsi megyés püspök Klimó György 15 ezer könyvvel növelte a püspöki könyvtár állományát, és pedig avval a meggondolással, hogy a Pécsi Egyetemnek egyszer majd szüksége lesz egy gazdag európai könyvgyűjteményre. 1774-ben elsőként Magyarországon könyvtárát nyilvánossá tette, írja róla Aknai Tamás művészettörténész. Az állandóan gyarapodó gyűjtemény, mely hol vásárlásokkal, hol adományozással, vagy éppen hagyatékkal bővült az évtizedek folyamán, szinte minden tudomány területére kiterjed. A teológiától az orvostudományig, a matematikától az irodalomtudományon át a jogi és történeti könyvekig, dokumentumokig, katalógusokig. A ma már több százezer kötet elsősorban az egyetemi oktatást és az oktatók tudományos munkáját segíti. A 225 éves a Klimó könyvtár az első hazai nyilvános könyvtár című konferencián az egyetem, az egyházak és a könyvtárak képviselői az alapítóra Klimó Györgyre emlékeztek reliefjének megkoszorúzásával. A program holnap az Egyetem Baráti Társaságának ünnepi ülésével folytatódik, melyen az előadások mellett aranyjelvényeket, emléklapokat és díszokleveleket adnak át. Keresztes Fischer Ferenc emlékére avatták fel azt az emléktáblát, melyet a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumában helyeztek el. Magyarország egykori belügyminisztere egyébként ebben a gimnáziumban érettségizett, pontosan 100 esztendeje. Az 1881-ben született politikus a II. Világháború idején Dachau-ba deportálták, 1948-ban Bécsben hunyt el. Az emléktábla avató ünnepségén koszorút helyezett el többek között Törös Béla, a megyei közgyűlés alelnöke, Lovász József dandártábornok, a pécsi határőrigazgatóság vezetője, és dr. Ernyes Mihály dandártábornok, Baranya megye rendőrfőkapitánya. A magyar millennium megünneplésének feladatairól Pécs világörökség pályázatáról is tárgyalt mai kihelyezett ülésén a Pécsi Közgyűlés Kulturális Bizottsága a Dominikánus Házban. A tanácskozáson részt vett dr. Kovács Flórián, a Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatalának vezetője. Részletekről a Kulturális Híradóban hallhatnak. A világban az internet felhasználók száma meghaladja a 150 milliót. 2000-ben már 300 millió ember fog szörfözni a világhálón. Közöttük egyre több pécsi is lesz, hiszen a jövő héttől a Városi Könyvtárban is lehetőség nyílik a számítógép használatára. Az Elender Informatikai RT egy multimédiás, internet hozzáféréssel ellátott számítógépet adott át az önkormányzat által ajánlott intézménynek, a Pécsi Városi Könyvtár Várkonyi Nándor fiókkönyvtárának.
A Városi Könyvtár jelenleg az az intézmény, az a könyvtár típus, amelyik a városban a legszegényebb ezen a területen. Nagyon szeretném, ha Várkonyi Könyvtárukban, ami a legnagyobb fiók könyvtárunk, oda kerülne elhelyezésre. Ott a felnőttek, egyetemisták, főiskolások is használják az olvasótermünket, és akkor ott lehet majd az interneten kalandozni, több irányú tudást szerezni, és nagyon örülök annak, hogy a könyvtár látogatóink hozzájutnak ehhez az eszközhez, ehhez a lehetőséghez. Az informatikai cég tájékoztatóján megtudtuk, hogy az internet hozzáférés tekintetében Magyarország egyelőre elmarad a világ fejlettebb térségeitől, de az előfizetők száma gyorsabban nő, mint világviszonylatban. Hazánkban a legtöbb felhasználó Budapesten él, de az egyetemi városnak számító Pécs előfizetői köre az országos átlag felett van. Külföldi vendégelőadók részvételével rendezték meg tegnap este a Balkáni Történet című programsorozatot, melynek a Vasutas Művelődési Ház adott otthont. A személyes tapasztalatokból merített előadások most egy másik szemszögből közelítették meg az Európában zajló tragikus háborút. A Balkánon zajló háborús események mindennapjairól rendszeresen értesülünk a médiából, ám ennek kulturális és lélektani hátteréről vajmi keveset tudunk. A Balkánon történteket most egy új megközelítésből ismerhették meg az érdeklődők. Így szó lesz nem csak a történésekről, hanem azok jelentőségéről és jelentéséről. Főként a következő generációk számára, így például egy gyermek hogy éli át mindezt. Legyen az Újvidéken, Szabadkán, vagy Banyalúkán, vagy Szarajóban. A fórumon érdekes témakörök szerint vitatták meg az aktuális kérdéseket a jelenlévők, így például azt, hogy mit jelentett és mit jelent ma jugoszlávnak lenni. Mint azt az est egyik előadója, dr. Mila Kapor, az Eszéki Egyetem pszichológiai tanára kifejtette, hazájának diákjai napjainkban identitászavarba kerülhetnek, hiszen számukra napról napra változott meg a földrajz, a történelem, szinte az egész világ. Dr. Charles Tauber, amerikai pszichiáter, már évek óta dolgozik Vukováron és foglalkozik traumapszichológiával. Beszédében többször kitért arra, hogy a háborútól szenvedők igazi vesztesége a lelkisérülés. Valahányan, kik összejöttünk, pszichológusok, pszichiáterek, orvosok vagyunk, és nem csak szakmailag, hanem saját élményeinken keresztül is próbáljuk bemutatni, hogy lényegében mi is történik, hogyan is történik. De annál fontosabb kérdés, mi is lesz holnap, holnap után is a jövőben. A fórum június 3-án csütörtökön folytatódik majd Balkáni Történet 2 címmel, amikor is ismét új szemszögből más előadók tolmácsolásában hangzanak el előadások napjaink gyászos eseményeiről. Az akkor még nevelési központ első intézményeként hatalmas műszaki és emberi összefogással, több mint 1000 gyermek és mintegy 100 felnőtt részvételével nyitotta meg kapuit 1979-ben az egyes számú általános iskola. Az apácai napok keretében ünnepel a kertvárosi intézmény az apácai nevelési központ egyes számú általános iskolája is. Éppen 20 évesek lettek. Ez a 20 év alatt mi változott az iskolában? Hát tulajdonképpen sikerült megvalósítani azt a nevelési rendszert, amit Szilágyi János, a nevelési központ alapítója megálmodott. És ez pontosan mi? Hát tulajdonképpen egy hatalmas intézménykomplexum, amely úgy működik, hogy szövetségi rendszerben megállapodásokat kötünk egymással, és ezeket a megállapodásokat megpróbáljuk betartani. A megállapodás megkötőkbe beletartozik a felnőtt, a gyerek, a szülő. Itt indult elsőként az országban óvodaiskola, de az angol tagozat, a nemzetiségi német tagozat, az ének, rajz és táncoktatás is mind büszkesége az intézménynek. Miért jó ebbe a suliba járni? Hát nagyon sokféle alkalmat ad arra, hogy az ember a tehetséget megmutassa. Tánctagozatra járok ide, verseket is mondok, meg vagyok elégedve a tanárokkal. Érzem, hogy mikor megyek tovább gimnáziumba, hogy lehető legjobbat kaptam itt. Az iskola születésnapja alkalmából rendezett gála ünnepségre régi diákok is meghívást kaptak. Amit csak kitalált egy diák, azt meg tudta valósítani, és nem zárt ajtókkal találta szembe magát, hanem a tanárok nagyon nyitottak voltak, és nagyon szabad szellemben tudtunk itt nevelkedni. Szerintem a pályámat is ennek köszönhetem, hogy hagyták, hogy szavalhassak, szerepelhessek, esetleg nem kellett matek dolgát írni, meg lett engedve, úgyhogy ezért szerettem.
A biztonságot mindig az adja, hogy a szakma felé fordul az ember. Pozitív közösségteremtőnek kell lenni. Az azt jelenti, hogy nem valami ellen, hanem valamiért fogunk össze. Mert aki valami ellen fog össze, az is elfárad éppen úgy, mint mi. Kinyitja a markát, üres lesz. De mi mindig valamiért fogunk össze, és sose üres a markunk. A szerény anyagi keretek között élő nyugdíjasok és mozgássérültek számára szervezett kirándulást a Nyugdíjasok Pécsi Egyesülete. Az egésznapos program során a Tolna megyei Kismányokra és Bonyhádra is ellátogatott a 45 fős társaság. Az étkezésről és a kellemes utazásról természetesen a szervezők gondoskodtak. Az Egyesület a későbbiekben is megpróbál olyan programokat szervezni, melyek elérhetőek lesznek a kisnyugdíjasok számára. Felvételeink a ma reggeli induláskor készültek. Végül néhány hír a mai nap eseményeiből. A Füsti Molnár Éva Színi Tanoda növendékei, a mozgáskorlátozottak dalköre is fellép a Pécsi Ifjúsági Házban, a mozgáskorlátozottak Baranya megyei Egyesülete Pécsi csoportjának gála műsorán. FAR finanszírozású kommunikációs tréningen vettek részt tegnap és ma Baranya, Tolna és Somogy megye újságírói. A külügyminisztérium megbízásából szervezett szeminárium sorozat, melynek Pécs volt az utolsó állomása, területfejlesztési és regionális kérdéseket is érintett, s szó volt az uniós és a magyar média kapcsolatáról. A projekt zárásaként 10 magyar újságíró utazik majd Stuttgartba. Az Országos Polgári Védelmi Ifjúsági Verseny megyei döntőjét ma rendezték Pécsett a megyei tűzoltó parancsnokság sportpályáján. A résztvevő csapatok polgári védelmi, egészségügyi, elsősegély és ügyességi feladatokban mérték össze tudásukat. A legjobb két csapat, a Babarciak és a Mohácsiak képviselik majd a megyét az országos versenyen. A város legfontosabb híreivel a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen lapelőzetessel és időjárás jelentéssel folytatjuk műsorunkat. Maradjanak velünk! Szombaton a Dunántúli Naplóban. Lehet, hogy mégsem indul be júliusban az új szemétprogram. A Dunántúli Napló információi szerint a jövő heti pécsi közgyűlés elé olyan előterjesztés kerül, mely azt javasolja, hogy az előzetes tervekhez képest egy év késéssel induljon be az elmúlt hónapokban rengeteg vitát kiváltó új szemétgyűjtési program. Részletek a holnapi Dunántúli Naplóban. Új menetrend május végétől. Az elmúlt egy év tapasztalatai szerint többnyire megfelelő volt a vonatgyakorisága a MÁV pécsi igazgatóságának területén, de egyes vonalakon bizonyos időszakokban zsúfoltság keletkezett, másút pedig kihasználatlan kocsik közlekedtek. Május 30-ától az igényekhez jobban alkalmazkodó új menetrend lép érvénybe a vasúton. Bizonytalan millennium Baranyában. Baranya és Pécs helyszínei nem szerepelnek a kiemelt központi milleniumi programok között. A megye és a város közösen készített program sorát sem találni a Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatala friss összeállításában. Pécs penge élen táncol a világörökségi cím elnyerésében is. Éjszakára csökken a felhőzet, csapadék nem várható, mérséklődik a délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 16 Celsius fok között alakul. Holnap túlnyomó részt napos időre számíthatunk. Időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, és helyenként egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat. Megélénkül a délnyugati szél. A levegő holnap 26 és 29 Celsius fokig melegszik fel.